Sziasztok, én Dóri vagyok, ő pedig itt Gurti, és igazából a mai videónak ő lesz a főszereplője, ugyanis a mai videónak a témája az örökbefogadás lesz, hogy hogyan is tudunk örökbefogadni egy kutyust vagy cicát, hát jelen esetben inkább a kutyáról fogok tudni beszélni Magyarországon, hogy mik ezeknek a feltételei. Kezdjük is a legelején. Azzal, hogy Gurtni, hogy került hozzánk. Egy olyan kutyust szerettünk volna, amelyik elég pici ahhoz, hogy jól érezze magát a lakásba, ne legyen neki kicsi ez a lakás, és ezért mindenképp egy kisméretűt szerettünk volna. Nekem pedig a Chihuahua a kedvenc állatom, úgyhogy akkor így ez így adott volt. Hogyha kitaláltuk azt, hogy szeretnénk egy állatot, és ez nem csak egy fellángolás, hanem tényleg minden nap azt érezzük, hogy mi nagyon szeretnénk egy kiskutyát, beleférne az időnkbe, tudnánk vele rendszeresen törődni, meg tudnánk neki mindent adni, akkor utána el lehet azon gondolkodni, hogy honnan is szerezzük be ezt a kiskutyát. Ugye lehet venni tenyésztőktől állatot, viszont én nem szerettem volna, mert nagyon sok rossz dolgot lehet róluk hallani, hogy nagyon rossz körülmények között tartják az állatokat, és nem szerettem volna egy ilyen embert támogatni. Biztos, hogy van köztük is olyan, aki rendesen tartja az állatokat, megadja nekik a szeretetet, de én úgy döntöttem, hogy akkor megnézem ezeket az örökbefogadós oldalakat. És akkor, amikor Gurtninak a képét láttam, akkor elküldtem neki, és akkor ő meg azt mondta, hogy jó, itt tényleg milyen aranyos, hogy hívjam fel. Az örökbefogadásnak a menete az úgy működik, hogy először ugye meglátjuk, hogy melyik kiskutyát szeretnénk. Ezt ugye kétféleképpen lehet, vagy az, hogy interneten látjuk, hogy kik várnak éppen örökbefogadásra, vagy pedig elmegyünk a menhelyhez, és ott meg tudjuk nézni az állatokat. Mi ugye interneten láttuk Gurtnit, a neve az már adott volt, őt már így hívták akkor, amikor láttuk a képeket, és mi úgy döntöttük, hogy meg is tartjuk ezt a nevet, mert olyan kis különleges. A következő lépésként fel kell hívnunk a menhelyet. Hogyha megbeszéltük a telefonon ezt a személyes találkozót, akkor utána elmegyünk, ugye megnézzük élőben az állatot, megnézzük, hogy kialakul-e a közös szimpátia. Ezen az első alkalmon nem lehet hazahozni, mert tényleg ilyenkor fontos az, hogy lássuk, hogy a kutyus jól érzi-e magát velünk, meg kell mindent beszélni, meg kell beszélni a feltételeket az örökbefogadó otthonnal. Például nekünk úgy nézett ki, hogy elmentünk egy előre megbeszélt helyre, és ott elhozták nekünk Gurtnit, akkor ott megismerkedtünk vele, akkor megtudtunk egy csomó fontos dolgot, hogy mik a feltételei annak, hogy ugye örökbe fogadhassunk, ezeket majd mindjárt elmondom, egyébként annyira azért nem vészes, és igazából ilyenkor mindig megkérik, hogy aludjunk rá egyet, és másnap telefonáljunk, hogy mi tényleg szeretnénk ezt a kiskutyát. Például Gurtni esetében ugye látjátok, hogy tényleg nagyon pici, jó mondjuk még csak fél éves, de azért mert nagyon-nagyon sokat nem fog nőni. Ezért Gurtni esetében elmondták, hogy ő betegségre hajlamos kiskutya, és hogy mi ezt így vállaljuk-e. Mi természetesen vállaltuk. Úgyhogy másnap felhívtuk az alapítványt, és mondtuk, hogy mindenképp szeretnénk Gurtnit örökbe fogadni. És akkor ilyenkor a következő lépés az, hogy például megnézik a lakást, és nekünk át kellett alakítani az erkélyeket, mert ugye Gurtni nagyon pici, és simán kieshetne alul, és ezért hálóval szereltük föl mind a kettő erkélyt, úgyhogy ez minden házban vagy lakásban egyéni, hogy éppen mi az, ami miatt a kutya jöhet vagy nem jöhet, ezt majd ők eldöntik. A másik, hogy minden örökbe fogadott kutyát úgy adnak oda, hogy ivartalanítva van, és mivel Gurtni még pici volt, ezért ezt is meg kellett várni, hogy elmehessen ivartalanításra, de egy-két héten belül el is lett intézve az is, mert már fél éves ugye, szóval már meg lehetett neki csinálni, és így kerülhet csak ki a gazdikhoz, hogy ivartalanítva adják oda. A következő találkozóra mindenképpen érdemes vinni egy pórázt és hámot, hogy biztonságosan haza tudjuk hozni. Egyébként Gurtni még kapott egy pulcsit is,
és egy hámot is kapott, mert ugye ő tényleg olyan pici, hogy nem mindegyik hám jó rá, és hogy biztonságosan haza tudja jönni, de az a hám, amit mi vettünk neki, az is jó. Úgyhogy mostanában már azzal szokott sétálgatni. Rengeteg kutyát gondoznak, ez a sok ivartalanítás, a folyamatos ételek, a folyamatos gondozás, ugye az oltások, ezek mind nagyon sokba kerülnek nekik, és ezért, hogyha örökbe fogadunk egy kutyát vagy macskát, akkor legalább az orvosi költségeit mindenképpen fedezzük, tehát fizessük ezt az alapítványnak oda. Ugye az örökbefogadás az ingyenes persze, viszont ezzel támogatjuk az ő munkájukat. Amint látjátok, ő nagyon kis nyugodt kutyus, de nagyon bele tud lendülni a játékba, akkor föl-alá rohangál a lakásban. Úgyhogy tényleg jó választás volt, hogy pici, mert egy nagyobb kutyának ez a lakás már nem lenne elég rohangáláshoz. És őt szoktam magammal szinte mindenhova vinni, ahova lehet, úgyhogy már az autózást is teljesen megszokta, sőt otthon nálunk van két kutyus, ugyancsak egy csivava és egy yorkie, és velük is nagy barátságban van. Tehát akkor az örökbefogadást összefoglalva, a legfontosabb az, hogy ha elhatároztuk, hogy szeretnénk egy kutyát, akkor az tényleg egy erős elhatározás legyen, mert egy kutya egy életre szól, és fontos, hogy nagyon sok szeretetet adjunk neki, főleg ezeknek a kis mentett kutyusoknak, hiszen ki tudja, hogy előtte, ami előtt megmentették őket, honnan hozták el őket, miket éltek el. Úgyhogy nagyon fontos, hogy úgy gondoskodjunk róluk, ahogyan ők azt megérdemlik, mindent adjunk meg nekik, ami tőlünk telhető, és tényleg mindig gondoskodjunk róla. Nem történhet olyan, hogy például mondjuk fáradtak vagyunk, akkor nem visszük le sétálni, vagy hogyha nincs itthon étele, akkor nem eszik, ez nem így működik, úgyhogy tényleg legyen erős az elhatározás, hiszen nekünk kell gondoskodnunk ezekről a kis állatokról. Hogyha elmentek a menhelyre, akkor kiválasztjátok a kutyust, vagy hogyha online láttátok a képét, akkor telefonáltok, és az első alkalommal megbeszélitek a fontosabb dolgokat, az örökbefogadás menetét. Ennyi lett mára ez a videó, remélem, hogy kedvet hoztam nektek ahhoz, hogy örökbefogadjatok egy kis aranyos kutyuskát, vagy cicát, amit szeretnétek. Tényleg nagyon gondozzátok őket, és vigyázzatok rájuk. Hatalmas szeretetet tudnak adni, de ti is adjatok nekik nagyon-nagyon sok szeretetet, hiszen megérdemik. Úgyhogy akkor mi mára el is köszönnénk Gurtnikával együtt. Sziasztok!